Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejér megyei szervezete 14. alkalommal adta át a Fejér megyei prímadíjakat. Az elismeréseket olyan személyeknek ítélték oda, akik saját területeken maradandót alkottak. A gondolataim csaponganak, rendkívül módon izgulunk. Az új elnökségnek ez az első gála estje. Én nagyon szeretném megköszönni, és a beszédembe ki is fogom emelni mindazoknak a munkáját, akik az előkészítő tevékenység során velünk voltak, és figyeltek minden apró részletre, mert azt gondolom, hogy ez egy nagy mozaik, amit össze kell raknunk, és mindennek a helyén kell enni, és én nagyon-nagyon remélem, hogy ma este minden a helyén lesz, és mindenki nagyon jól fogja érezni magát. Elnök úr, mi mindent kell tenni a hétköznapokon ahhoz, hogy egy ilyen találkozó valódi ünnep lehessen? Erre is azt tudom mondani, hogy egy következetes tégláról téglára építkezésről lehet csak szó a szervezetet illetően. Mindenkinek odafigyelünk, igyekszünk odafigyelni az igényére, és ezekre az igényekre reflektálni. Itt nagyon mélyen bele lehetne bonyolódni a generációváltás problémájába, a munkaerő, a strukturális munkaerőhiányba, de most én ezen az estén nem szeretnék ezekkel a mély tartalmakkal foglalkozni, de azt gondolom, hogy így tudunk előrelépni, lépésről lépésre. Az est résztvevőit a város nevében Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte, aki úgy fogalmazott, a kis- és középvállalkozások mindennapjai a közösségről szólnak, munkahelyeket biztosítanak, és a beruházásokkal egyre több családnak adnak lehetőséget, hogy egzisztenciális biztonságukról gondoskodni tudjanak Székesfehérváron. 14. Prima díj átadó gálán vagyunk ugye jelenleg itt Fehérváron, a MOL Sóstoly Jaronyában. Tulajdonképpen a vállalkozók nagyon sokat jelentenek a város számára, gazdaságilag is, közösségként is és emberként is. Tehát gyakorlatilag a vállalkozók a helyi adójukat befizetik, ebből gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy a magánszemélyeknek Székesfehérváron nem kell helyi adót fizetniük, ez más városokban nem így van. Másikok pedig, hogy mint egy mecenatúra támogatják a tudományt, a sportot, az oktatást és a kultúrát. Ez nagyon fontos, és még számos más területet is támogatnak a vállalkozók. Természetesen ez nagyon fontos a város és a közösség érdekében. Perlusz László a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára, az országos díjat alapító Demján Sándor gondolatait idézve köszönetet mondott a helyi vállalkozók összefogásáért, amely lehetővé teszi, hogy minden évben átadják a rangos elismeréseket. Demján Sándor 2002-ben alapította, és az első díja az 2003-ban került megrendelésre, és a megyék azok 2-3 év elteltével, némelyik 2, némelyik 3 év elteltével követték ezt a kezdeményezést, és megrendezték a megyei prima díjakat. Ugye 14. alkalommal van itt Fejér megyében és megyei prímadíj, és igazán ezzel, hogy a megyék tudtak csatlakozni, ezzel vált igazi országos mozgalommal a megyei prima, én úgy gondolom. Rendkívül fontos adat látott napvilágot, GDP-nk folyamatosan nő, élvonalban vagyunk, ehhez pedig nagyon sokat tett hozzá a vállalkozói szféra. Miként értékeli ezt az eredményt? Demján Sándor is mindig azt mondta, hogy a vállalkozó a nemzet napszámosa, hiszen minden olyan forint, amit el tudunk költeni, amit településfejlesztésre, támogatásra, nyugdíjakra, bármilyen kultúrára, sportra tudunk költeni, az valahol a vállalkozókból ered, a vállalkozói teljesítményekből, a vállalkozók adóbevételeiből, illetve a vállalkozói szféra által foglalkoztatottaknak az adóbevételeiből. Úgyhogy nagyon fontos ez a díj, nagyon fontosnak tartotta ő is, és én úgy gondolom, hogy egy óriási alkotás, amit tovább viszünk az ő halála után is. A vállalkozói szféra ezt fontosnak gondolja. Én szerintem megfelelő helyre került ezzel a díjjal, ezzel a kezdeményezéssel. Úgy gondolom, hogy a rendszerváltozás után nem mindig volt egyértelműen pozitív a vállalkozó kifejezés, és ez nagyon nagyban járult hozzá ahhoz, hogy ez bizony a mai világban már pozitív felhanggal és egy pozitív jelzőként szerepel a közéletben. A Fejér megyei prímadíj átadását a fehérváriak évről évre egyre nagyobb figyelemmel kísérik, hiszen önmagában már a jelölés is egy komoly rang, amelyet nem lehet véletlenül elérni. Ebben az esztendőben prímadíjat vehetett át Kubik Anna Kossuth díjas színművész, aki számtalan székesfehérvári kötődéssel rendelkezik. Napok óta készülök erre az estére, mert már a jelölés is csodálatos dolog volt, és én már azzal is nagyon elégedett lettem volna, hiszen annyi mindent
kaptam Székesfehérvártól, a Teleki Blanka gimnázium csodálatos tanáraitól, aztán a könyvesbolttól, ami hát országos hírű, nevezetes írókkal ismertetett meg engem, amíg ott dolgoztam. Aztán a Vörösmarty Színház is egy ilyen csodálatos központ az életemben. Aztán az utóbbi években a versünnepek, a székelyföldi verstábor jut eszembe mindig Székesfehérvárról, és bevallom, egy kicsit szégyellem is magam ma este, mert ahogy úgy érzem, hogy valamit is tudtam visszaadni ennek a városnak abból, amit én kaptam, akkor mindig jön egy ilyen újabb ajándék a várostól, és akkor mindig azt mondom, na, akkor megint Fehérvár vezet. És én még csak kullogok utána elismerések tekintetében, vagy munka tekintetében, úgyhogy hát ez még több munkára inspirál, és arra, hogy még jobban megbecsüljem azt, amit innen hoztam, innen kaptam, amit az itt lévő emberek jelentenek nekem, a sok-sok barát, köztük a Fehérvári Médiacentrum munkatársai is, akikkel folyamatosan találkozom, és együtt vagyunk sokszor, és ezt nem lehet eléggé meghálálni. Úgyhogy köszönöm, Fehérvár, köszönöm. Ugyancsak prímadíjat érdemelt ki a kuratórium döntése alapján Apkarovics Géza, korszakos sebész főorvos. Én szeretek dolgozni, szeretem a munkámat, és gyakorlatilag tényleg azt mondhatom, hogy reggeltől estig ebbe élek. Szinte nincs még hétköznap mellett a hétvége se. Minden hétvégén is bemegyek. Ez a titka. De szeretnék el, és szeretnék-e dolgozni, ami ma nem kifejezetten divat. Hogyan lehet lépést tartani a korral, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az önhivatásában ez rendkívül fontos. Hát én erre mindig figyeltem. Nekem a szerencsém volt, hogy az első lépés az Németországban történt, illetve hát akkor még Nyugat-Németország volt, és ott nagyon igényes volt, magas szintű volt az ellátás, magas szintű volt az orvos hozzáállása, és hát én az Európai Sportsebészeti Társaság alelnökén tanultam egy igényes embernél, és én mindig őket akartam lemásolni. Na most ennek a munkának az a lényege, ugye, hogy mindig rájuk nézek. Nem csak azt tudom, itthol legyek a valaki, hanem próbáltam őket utolérni, amiket nem lehet, de lépést kell tartani velük. Nagyon fontos, hogy ha a sportot nézzük, ugyanolyan ugrásszerű a fejlődés, nyilvánvaló, mint az orvostudományban, ha úgy tetszik. Csak az alapok változtak, az orvostudománynál megmaradt, de következzen ebből, hogy egy kicsit az orvostudomány is fejlődjék annyit, ami a sportolóknak is a javára válik. Hát ez párhuzamosan megy. Ma mindent lekövet a tudomány. Én alapvetően műtéti területen dolgozom, de gyakorlatilag amit ma meg lehet operálni a világba, azt mi Magyarországon meg tudjuk operálni. A rangos kitüntetés harmadik díjazottja Józsa Dávid műrepülő pilóta, a fehérvári repülős történet egyik elkötelezett kutatója. Nagyon nagy megtiszteltetés volt már maga a jelölés is, annak meg, hogy külön örülök, hogy tényleg díjazott lettem, és én kaptam az egyik díjat itt a megyébe. Apkarovics főorvos úr mellett, illetve Kubik Anna mellett azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elismerés. Nagyon sokat tettél a hétköznapokon azért, hogy ez a díja tiéd legyen. Én azt gondolom, hogy a repülés, a műrepülés egyik ikonjaként megérte? Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a műrepülés az egy nagyon fontos az eredmények, de itt tényleg talán az is benne lehetett ebben, hogy Székesfehérváros repülés történetéért, a Börgönd repülőtéren végzett munka, illetve a növendékek képzésében munka, ez talán egy-egybe, ez a három dolog egybe, ami ezt a jelölést hozta, és ami ezt a díjat hozta. Ilyenkor néha felteszik a kérdés, hogy hogyan tovább, én is megteszem. Nagyon szeretnék visszatérni versenyzésbe. Ahogy kint a színpadon is mondtam, ma is Szatymazon voltam a műrepülő válogatott éves évzáróján, és van egy nagyon komoly utánpótlás csapat, folyamatosan járok le Szatymazra is oktatni a műrepülő növendékeket. Emellett itt Börgöndön az Albatrosz Repülő Egyesületben folyamatosan képezzük a vitorlázó alap növendékeket. Én nagyon remélem, hogy egy 2-3 éven belül egy újabb világbajnok advanced csapatot össze tudunk hozni, én pedig, ha visszatérek a versenyzésbe, akkor unlimitedbe
a korlátlan repülő kategóriába fogok indulni, remélhetőleg 2021-ben. A közönségdíjat Fekete Cseri Zsuzsanna, rekreológus, a Kerekvilágház alapítvány munkáját vezető mozgásterapeuta vehette át. Mindenféleképpen egy olyan misszióról beszélünk, ami egyre nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon. Azért örülök ennek a díjnak, mert rá tudjuk irányítani a fókuszt arra a problémahalmazra, amivel mi dolgozunk. Sajnos egyre több gyerek kerül olyan helyzetbe, és egyre több család kerül olyan helyzetbe, akiknek valami fajta hatható segítségre van szükségük. És a különböző szakmák között nagyon gyakran elvesznek ezek a gyerekek. Azért vagyok szerencsés, mert hogy én nekem olyan tudásaim vannak, és úgy sikerült össze tanulnom a mostani tudásaimat, hogy sok irányból tudom a gyerekeknek megfogni a nehézségeiket és a problémáikat. És kerek egésznek látom őket. Amikor bejön hozzánk egy kisgyerek, és elkezdünk azon gondolkozni, hogy hogyan tudunk neki segíteni, akkor kinyílik egy ablak, kinyílik egy világ, amit ő képvisel, amit ő hozott nekünk, és nekünk az a dolgunk, hogy őt megismerjük, és segítsük abba, hogy amit ő hozott nekünk ajándékot, azt oda tudja nekünk adni. Rendkívüli méltóság és felelősség az önöké, vannak elegen? Ez a legnagyobb problémánk, ezért is mondtam a kisfilmünkben, hogy nem vagyunk túl sokan, akik ezt így tudjuk csinálni. Nagyon-nagyon keressük mindig a kollégákat, képezzük a kollégákat folyamatosan, növekszik a létszáma, hogy a gyerekek létszáma növekszik, így a terapeuták létszáma is növekszik. Mindig keressük azokat az embereket, akik tetre készek, és akik el tudják ezt a gyönyörű, de nagyon-nagyon nehéz hivatást vállalni. Külön díjas lett Kis László fotóriporter, a Fehérvár Média Centrum munkatársa, aki alkalmazott fotóival és művészi alkotásaival hosszú ideje a fehérvári fotográfia egyik meghatározó személyisége. Hát tulajdonképpen a mi munkánkat azt minden nap megmérik. Tehát amit én elállítok képben, azt tulajdonképpen a piac utána megítéli. Jó minőségű, fogyasztható, elfogadható-e. Ez kénytelen vagyok minden nap valami a minőségben létrehozni, ami a piacon megállja a helyét. Ugyanakkor nem tágítasz, hiszen az alkalmazott fotográfia mellett azért ott vannak azok a művészi elképzelések is, amelyeket folyamatosan megvalósítasz. Pontosabban csak annyit tudok megvalósítani belőle, amennyit az időm enged. Sokkal többet szeretnék a fotográfiának ezzel a részével foglalkozni, de az a helyzet, hogy termelni kell. Nyilván csinálom, de nem igazán tudok olyan mennyiségű időt rászentelni, amennyit valójában szeretnék. De ez egy mánia, vagy egy szerelem, ha így tetszik. Ugyanúgy, ahogy a fekete-fehér? Ez tulajdonképpen, ezek kéz a kézben járnak. Nekem a napi munka, ez a digitális kép dömping mellett kellett valami, amivel egy újfajta kifejező eszköz keresek, és én ezt a múltban találtam meg. Vissza kellett néznem a fekete-fehér filmhez ahhoz, hogy újra fényképésznek érezzem magam, és egy olyan eszközt használjak, amiben én otthonosan mozgok, és jól érzem magam, és egy sokkal erősebb kifejező eszköznek találom. Annyira torzítjuk ma a világot, hogy én azt gondolom, hogy a fekete-fehér redukció az a torzítása mentén is egy sokkal intenzívebb és őszintébb kifejezési forma, még ma is. Ez az elismerés megerősítés neked? Hát abszolút. Régen voltam ennyire zavarban, mint most. Én magam is nagyon kedvelem azt a három embert, akit így előttem díjaztak, hát csak álltam ott és néztem. Nagyon büszke vagyok rá. Annyiban erősít meg, hogy azt mondják, hogy jól csináltál eddig valamit, és hogy számít a munkád nekünk, és hogy csináld tovább. Ha tovább tudom csinálni a hétköznapi munkámat, akkor marad mellette idő arra is, hogy abban a szektorban, amit én így költőjén mellétermelésnek hívok, ott is tudjak létrehozni valamit, ami viszont nekem kedves. A művészeti díjat ebben az évben Kocsor Attila festőművésznek ítélte oda a szakmai grémium, akit édesanyja képviselt a gálán. A gálán került sor az év Fejér megyei vállalkozója díjak átadására is, amelyet ebben az évben 7 sikeres Fejér megyei vállalkozó vehetett át, illetve átadták az év vállalkozója elismeréseket is. A MOL Arena Sóstó rendezvénytermében tartott esten fellépett a Stringers vonos négyes, majd a Sárét Tánc Együttes és a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium iskola diákjai, az Acrodance Tánc Stúdió csapata, valamint Ferenci Nagy Boglárka énekes és zenekara.